Kilenckőbányai Nemzetiségi Önkormányzat kulturális műsorával köszöntötték az ünnepet az idei nemzetiségek hagyományőrző karácsonyi rendezvényén. Az alkalmon megjelenteket Radványi Gábor alpolgármester köszöntötte. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Kőbánya önkormányzata nevében valamennyi kedves vendégünket. Megint egy évvel öregebbek lettünk, és ahogy a dal mondja, bölcsebbek is talán. Az, hogy bölcsebbek lettünk, azt nem tudom, de mindenképpen tapasztalatban gazdagodtunk ebben a 2018-as évben is. Elég, hogyha arra gondolunk, hogy Kőbányán kinézünk az ablakon, és láthatjuk, hogy milyen változások történnek nem messze. De nem az a célom, hogy itt most bemutassam azt, hogy milyen fejlődés történt az épített környezetben, Kőbánya arculatában, hiszen az épített környezet pozitív fejlődése mit sem ér akkor, hogyha a közösségek, az egyén nem érzi jól magát egy kerületben. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, sőt fontosabb az épített környezet javulásánál az, hogy az emberek lelkében, az emberek gondolataiban mi fogalmazódik meg arról a hazáról, arról az otthonról, amit Kőbányának nevezünk. És azt gondolom, hogy Kőbánya mindenképpen a közösségi életben fejlődött, a Kőbánya közösségei erősödtek. Én amikor készültem erre a rövid beszédemre, akkor megkértem Joga Heni kolléganőmet, hogy nézzük át, hogy a nemzetiségi önkormányzatok mit is tettek ebben az évben. Úgyhogy most nem egy termelési beszámolót szeretnék mondani önöknek, viszont ABC sorrendben végigmennék azokon a nemzetiségeken, amelyek Kőbányán élnek és tevékenykednek. Kőbányán abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az országosan regisztrált 13 nemzetiségi önkormányzatból 11 is működik Kőbányán. Nem azt mondom, hogy mindenki egyformán, egyforma intenzitással, de az tény, hogy jelen vannak, léteznek, és nagyon jó programokat is csinálnak. Én akkor kezdeném a alfabetikus sorrendben a bolgárokkal. A bolgárok megtartották a Balkán este aktív résztvevői már többedik alkalommal. Azt gondolom, hogy nagyon színvonalas programokat tudnak biztosítani a szerbekkel, illetve a görögökkel közösen a Balkán esten. Az az egyik legnagyobb programjuk. Mindemellett a Malko Teátro Nemzetiségi Színház fellépései a Szabó Ervin könyvtárban is emlékezetessé tették ezt az évet. A rendvédelmi nap főzőversenyén is részt vettek. A görögök, görög nemzetiségi önkormányzat, a nyelvtanítás, az óvodai iskolai előkészítő foglalkozások terén is azt gondolom, hogy példaértékű tevékenységet folytatnak, drámapedagógiai foglalkozásokat tartanak, a görög farsangot, a kritikis szkepszi kulturális művészeti csoportot működtetik, élő testvérvárosi kapcsolatot létesítettünk közösen Litohóróval, és ezt ápolják. A Balkánesnek, mint említettem, aktív részesei, a görög Mikulás szintén emlékezetes programjuk, és ami a legfontosabb, megírták ebben az évben, illetve kiadásra kerül népüknek a története, hogy egyáltalán Kőbánya és a görögség milyen kapcsolatban van egymással. Hogyha megengednek egy személyes megjegyzést, azt gondolom, hogy a görögöknek a tevékenysége Kőbányán példaértékű, nem degradálva ezzel a többi nemzetiséget, de azt gondolom, hogy a görögök a legszorgalmasabbak, akik a hagyományaik ápolásában olyan aktívat tevékenykednek Kőbányán, és példaként azt gondolom, hogy ajánlhatjuk minden nemzetiség számára az ő tevékenységüket. A horvátok a következők tavaszköszöntő és őszköszöntő rendezvényeket tartottak. Rendszeresen megrendezik a Páncsit István labdarúgó emléktornát. Aktív kapcsolatot ápolnak Vinkovci testvérvárosunkkal, Szent László napokon úgy szintén, illetve itt egy pillanatra kizökkennék itt ebből a mai megnyitóból, hiszen egy nagyon sajnálatos esemény történt. Tavaly ilyenkor már rosszul létre panaszkodott Filipovics Máté, és 3 nappal a nemzetiségi karácsony után őt elvesztettük. Úgyhogy én kérek mindenkit, hogy egy perces néma felállással Máté emléke előtt adózzunk. Köszönöm szépen, foglaljanak. Lengyel nemzetiségi önkormányzat a
lengyel állami ünnepek méltó megünneplése, függetlenség napja, alkotmányuk ünnepék, magyarországi lengyelség napját megünnepelték, a Szent Kinga kórus folyamatosan tevékenykedik, és Jaroszláv testvérvárosunkban tanulmányi kirándulást tettek ebben az évben, főzőversenyt, lengyel gyermeknapot is szerveztek. Örmények a következők, hagyományőrző kőfestő szakkört heti rendszerességgel működtetik, örmény kulturális esteket szerveztek, filmvetítéssel, megemlékezéssel az örmény genocidiumra, népirtásra emlékeznek, illetve ők is aktív tagjai voltak a főző versenynek a Óhegyparkban. A német nemzetiségű önkormányzatok a nyelvtanítás területén maradandót alkottak, hiszen egész évben folyamatosan tartják a német nyelvtanfolyamokat, emellett a német ajkú képzőművészek kiállításainak rendszeres szervezésében részt vesznek. Romák, roma nemzetiségi önkormányzat a Földnapján aktív környezetvédelmi programban való részvételt. Ez azt jelenti, hogy a szemétszedésnél, vagy amikor a teszed mozgalomban, akkor a romák nagyon oda teszik magukat, és a vendégeknek, illetve az önkénteseknek pedig étellel és itallal kedveskednek. De mindemellett gasztronómiai napot is tartottak a gyereknap keretében, illetve a Roma Mikulásnál 400 roma származású gyereket ajándékoztak meg csomaggal, cirkuszi, állatkerti programokat szerveztek ebben az évben. A román önkormányzat idei tevékenységéről nem tudok beszámolni, érdemi programot ők nem hajtottak végre ebben az évben a kerületben. Ruszin önkormányzat Ruszin gyermeknapot szervezett, Balatonbogláron hagyományőrző anyanyelvi tábort szerveztek, és támogatják a Ruszinyát, a gyermekkórusnak a működését. Szerb nemzetiségi önkormányzat, ez a legfiatalabb önkormányzat Kőbányán, hiszen 2014-ben alakult. Ők azok, akik a labdarúgó tornát szervezik immár második alkalommal, és nemzetiségi gasztronómiai napot tartottak Kőbányán, a Balkánesnek szintén aktív részesei, két alkalommal teltházas délszláv táncházat rendeztek a Kőrösiben, és Balkán hangja néven kulturális estet tartottak, és ezen a labdarúgó kupán, elfelejtettem a romáknál mondani, ezúton is gratulálok, ők nyerték ezt a idei labdarúgó kupát. És végül, de nem utolsó sorban, az ukránok ukrán gasztronómiai napot tartottak, nyári napközis táborokat szerveztek, Kárpátalján pedig anyanyelvi táborokat szerveztek, és Viktória vezetésével sokszor kézműves foglalkozásokat is szerveznek. Ott voltam azon a gasztronómiai gyermeknapi rendezvényen, ahol azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon kellemes programot tudtunk az ukránokkal is eltölteni. Látható itt a programokból, ez csak címszavakban próbáltam fölvázolni, hogy igen hatékonyak és igen komoly munkát végeztek a nemzetiségi önkormányzatok, és ezúton is szeretném megköszönni azt a kőbányai közéletben való részvételüket, hiszen mindig lehet számítani, látni a nemzetiségi önkormányzatok képviselőit, akármilyen önkormányzati program van, akár koszorúzás, akár állami ünnepség, akár egyházi jellegű ünnepségeken rendszeresen ott vannak. Ezúton is köszönöm mindenkinek. A Nemzetiségek Napja alkalmából tartott eseményen Benkóczi Péter evangélikus lelkész mondott karácsonyi áldást. Kedves nemzetiségi önkormányzati tagok, önkormányzati képviselők és mindenki, aki ezen az ünnepen megjelent, egészen különleges érzés nekem itt állni, már csak azért is, mert evangélikus lelkészként nagyon is át tudhatom érezni a kisebbségi létnek a formáját, hiszen történelmi egyházak között tulajdonképpen Magyarországon az evangélikus egyház egyik legkisebb tagszámmal bír. Itt Kőbányán egyetlen gyülekezetünk van egy templommal, Kápolna utcában. Talán sokan tudják, hogy nagyon közel van ide, de talán azt kevesen tudják, hogy milyen templom is ez. Innen hozok ebből a kör alaprajzú templomból áldást, és sokat jelent számomra ez, hogy kör alaprajzú, sokat jelent számomra az, hogy összeköt mindannyiunkat. Ha azt mondjuk, hogy Kőbánya, sokaknak meg dobban a szíve, melegséget éreznek, és tényleg így van ez.
Amikor azt mondom, hogy kőbányai vagyok, akkor nagyon az ország számtalan részén nem csak a kőbányai világos jut eszükbe, hanem meg annyi épített csoda, sőt, manapság már a Hall Fesztivál, meg a Blues Fesztivál is úgy nagyon jól cseng. Szóval kőbányaiként kisebbségi létből hoztam én áldást, mondhatnám azt is, hogy isteni üzenetet, karácsonyi üzenetet. Az egyik ilyen nagyon fontos üzenet, az az üzenet, amely a pásztorok ott kint Betlehem közelében a pusztában kaptak az angyaloktól. Így szólította meg őket az angyali kar, ne féljetek. Ez volt az első és borzasztóan fontos üzenet. Majd amikor hirtelen egyszer csak az egész kar megszólal, ez az üzenet, ez a szöveg, dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Valójában szeretjük ezt hallani minden karácsonykor. Azt is, hogy békesség, azt is, hogy jó akarat, és időnként azért a szívünket meg is tudjuk emelni olyan magasra, hogy igen, dicsőség legyen a magasságban Istennek, és közöttünk is. Van egy másik mondat, amelyet Jézus tanított a tanítványainak, a jelenlévőknek, ezt mindenki ismeri, az is, aki kifejezetten vallásos, és az is, aki kevésbé. Erről a mondatról szeretnék néhány gondolatot, de segítséget is szeretnék kérni a jelenlévőktől. Először is azt mondom, hogy a mondat az így hangzik, tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Ez ugye mindenki számára ismerős, a mi atyánknak a záró mondata. El kell mondjam, hogy jó magam hittant is tanítok, és rendszeresen óra végén el szokott hangozni, a mi atyánk a gyerekekkel együtt elmondjuk. És nagyon izgalmasnak találom azt, az az igazság, hogy nagyon komoly derültséget okozott nekem, nagyon komolyan elkezdtük mondani a mi atyánkat, és elérkeztünk az utolsó mondathoz, mégpedig ehhez a mondathoz, tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, minden oké. Amen. És ez a minden okéval én teljesen elolvadtam. Azt hiszem, hogy ezt mindegyik nyelven lehet érteni, ezt az okét, ez a minden oké, hogy velem minden oké. Akkor, amikor az Isten velem van, akkor igen, lehet minden oké. Minden oké a családomban, a közösségemben. Oda, hova tartozom, ahhoz a helyhez, ahol élek, ha Isten velem van, és én őt hívom, akkor igenis, minden lehet oké. Lehet, hogy ez egy korosztálybeli nyelvi félreértés. Nem, ez a kisfiú talán nagyon is tud valamit. Mert tiéd a dicsőség, minden oké. Amen. Egy áldást hoztam, mert valójában erre kaptam igazi felkérést. Külön-külön csak szavak vagyunk. Együtt azonban költemény. Kétségből egységre úgy találunk, ha egybegyűjt minket a szeretet. Áldások vagyunk egymásnak, egymásért vagyunk áldás. Ez a közösség egy közös ég Isten szeretetének oltalma alatt. Ha kinyitjuk magunkat egészen, egyszerre jutunk a szeretetbe. Így áldjon meg mindenkit az Atya, Fiú, Szentlélek Úristen. Amen. Jógáni Szabados Henrietta, a kerület nemzetiségi referense az esemény kapcsán összegezte az elmúlt egy esztendő programjait. Kőbányán 11 nemzetiségi önkormányzat van. A mai napon 9 nemzetiségi önkormányzat műsorát tekinthetjük meg. A bolgárt, görögöt, horvátot, lengyelt, örményt, romát, ruszint, szerbet és az ukránt. Ez az olyan rendezvény, amelyet 2010 óta megrendezünk, mégpedig a rendezvényt a kisebbségek napjához, vagyis a nemzetiségek napjához kötjük, mivel 2011-ben az országgyűlés december 18-át nemzetiségek napjává nyilvánította. És így módon ez az egy olyan közös
közös pont, ahol a kőbányai nemzetiségi önkormányzatok kicsit kultúrájukból betekintést nyerhetünk, megismerthetjük ezt a nagy közönséggel, és nagyon nagy lelkesedéssel készülnek. Bízom benne, hogy sok szépet fogunk hallani, látni, lesz ének, zongorajáték, táncokat mutatnak be. Úgyhogy remélem, hogy szép estének nézünk elébe. Szinte biztos vagyok benne, ez évről évre mindig így van. Az év közben nem is találkoznak, nincsenek is közös pontok a nemzetiségi önkormányzatok között? A nemzetiségi önkormányzatok munkatervükben ugye elfogadják az éves munkatervüket az év elején, és látogatják egymás rendezvényeit, de mindegyiknek ugye más a kultúrája, mások a hagyományaik. Most nem tudom itt felsorolni, hogy ki miben nagyon jó, de újdonságok voltak a gyermeknapok, hagyományőrző anyanyelvi táborok a lengyeleknek és a ruszinoknak és az ukránoknak is idén. Ugye vannak szakkörök is, és ilyen gasztronómiai bemutatók, labdarúgó, focitorna, amelyen ott is mondjuk ez egy olyan nyári program a Bárkában, ahol a 11 nemzetiségből szintén 9-en részt vesznek, úgyhogy annak is egy hagyománya van. Ha mondhatjuk így, ki volt a legaktívabb a nemzetiségek közül 2018-ban, vagy ha rangsorolni kéne, akkor ki kerülne az első három helyre? Így sokkal könnyebb, hogy első három, de görögöket említeném, a szerbeket, a roma önkormányzatot, de sorolhatnám a bolgárokat, az örményeket. Tehát mindegyik valami másba, valami többet tett hozzá, és így lett kerek. Tehát a nemzetiségi önkormányzatok színesítik Kőbánya kulturális életét, amelyre nagyon büszkék vagyunk, és összetartanak. A nagy önkormányzat, tehát Kőbánya önkormányzata hogyan, mivel szokta és mivel tudja támogatni ezeket a nemzetiségi önkormányzatokat? A Kőbányai önkormányzat minden évben a költségvetésben biztosít egy tartalékkeretet a nemzetiségi önkormányzatoknak, amelyre pályázhatnak. Ez az összeg 3 millió forint volt ebben az évben, és úgy gondolom, hogy nagyon hozzásegítettek, tehát sokat segítettek ahhoz, hogy ilyen szuper jó programokat tudjanak megvalósítani.